Remek hangulatban kiváló szurkolótábor előtt játszottak a Vasvár is hét egyik legrangosabb eseményén a gimnázium tanárai, illetve egykori és jelenlegi diákjai. A tanár-diák hoki meccs ezúttal is komoly presztízzel bírt, mindkét fél számára egyetlen elfogadható eredmény a győzelem volt. Ebben pedig komoly segítséget kapott a tanárok csapata, hiszen őket erősítették az egykori vasváris diákok, akik között olyan nevek bukkantak fel, mint Erdély Csanádé, Rejsz Ároné vagy éppen Szabó Dánielé. Vasváriba jártam, nagyon jó emlékeim vannak onnan. Azt sajnálom, hogy magántanulóként kellett zárnom az utolsó két évet, és így kevesebben tudtam bellenni az iskolába az osztálytársakkal, de viszont nagyon örülök az előtte levő négy évnek, hogy velük lehettem, és nagyon jó emlékeim vannak onnan. Természetesen minden meccsre ugyanúgy készülünk, és ez is egy nagyon fontos mérkőzés számunkra, hogy megnyerjük, hiszen a tanárok csapatát erősítjük. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy most itt lehetek, és segíthetek a tanároknak. Remélhetően menjen ezt a mérkőzés. A mérkőzés közben készített interjúk is bizonyítják, sem a tanárok, sem pedig a diákok nem egy kis lötyögésre érkeztek az Ifjabocskai Gábor jégcsarnokba. A cél a győzelem, a tanár győzelem egyértelműen, illetve megmutatjuk tanárok, hogy milyen ügyesek vagyunk, és hogy a régi növendékeink, akik itt játszanak ugye az akadémián, illetve a válogatottban, hogy ők is milyen ügyesek. Nagyon jó, csak vesztés állunk egyelőre, sok a nagyobb játékos, mi meg egyelőre még nem álltunk fel, így nagyon. Kivel lehetne megfordítani a meccset? Összjáték, meg hogyha többet passzolnánk, szerintem. És egyébként évközben nyisztottatok korcsolyázni, hokézni, mennyit készültetek erre a mai derbire? Hát akik ugye sportolók és az akadémián sportolnak, ők nekik rendszeresen van edzésük, de a többiek szerintem egyáltalán nem voltak jégen. A menet közben megkérdezettektől a Fehérvár TV a mérkőzés állásáról ellentmondásos információkat kapott. A találkozó felénél úgy tűnt, a Fehérvár AV19 ebben játékosaival megerősített tanári csapat állt jobban, de feltámadóban volt a vasváris diákokból álló gárda. Az érettségi közelettével szerkesztőségünk úgy döntött, a további jó tanár-diák kapcsolat érdekében eltekint a pontos végeredmény közlésétől.